Köszöntöm nézőinket! Önök a Hírhozó legújabb adását látják április 1-én. Államtitkári, elismerő oklevél a példaértékű munkáért. Remekül indult a zöld hulladék gyűjtés, nagyszabású családi nap a születésnap alkalmából. Egyebek mellett ezekkel a témákkal is jövünk. Hamarosan kezdünk, maradjanak velünk! Öt hete tart az ukrán-orosz háború. Hajdúszoboszló az elejétől kezdve 500-600 segítségre szoruló felnőttnek és gyermeknek nyújt ellátást. Az állam március 16-ától kompenzálja a szállás és a vendéglátás költségeit. A legtöbb menedékesnek helyt adó in-hotelben zajlik az élet. Ezen a héten a bankszámlanyításhoz is segítséget adtak az itt tartózkodóknak. Az önkormányzat pedig megszervezi a menekült státuszért folyamodók bejutását Debrecenbe az ügyintézés érdekében. Az adománygyűjtő pontokon elsősorban továbbra is az élelmiszer alapanyagok tartós élelmiszeradományok felajánlását várják. Az in-hotelben él a legtöbb ukrajnai menedékes a városban. Kevés a továbbutazó, helyettük ritkán tudnak új érkezőket fogadni. Márkus Sándor szállodavezető vendégként tekint rájuk. Összeállt az a vendégkör, akik igazából már nem szándékoznak tovább utazni. Egy ilyen 150-160 vendéggel töltődött most már a szállodánk. A legnehezebb feladat a szakember szerint a háború sújtotta országból érkezők megnyugtatása volt. Továbbá ellátásuk a szükséges információkkal. A szálloda mindenben igyekszik az életvitelhez szükséges segítséget megadni. A héten például az egyik bankkal egyeztetve helyszíni ügyintézésre adtak lehetőséget, hogy a menekültek bankszámlát nyithassanak. Most jelen pillanatban zajlik az OTP-nek egy kihelyezett fogadó órája. Minden egyes vendég részére számlát nyitnak, hogy ők is tudjanak itt boldogulni. Megpróbáltunk minden olyan rendszert kiépíteni úgy, hogy itt helyben igénybe vehető legyen, hogy ne nekik kelljen akár Debrecenbe, akár itt Hajdúszoboszlón tömegesen közlekedni, hiszen nem állható logisztikailag, hogy egy ekkora tömeget le tudjon kezelni, akár egy bankfiók, akár egy járási iroda. Ezért megbeszéltük, és nagyon konstruktív az együttműködés itt mind a szolgáltatókkal, mind a járási hivatal, az önkormányzattal. Ezen a szálláshelyen is többségében kisgyermek és iskoláskorú tartózkodik. A 160 vendégből körülbelül 85-90 a gyerek, másik 50-60 az a hölgyvendégek, az édesanyák, nagymamák, és 6-8 férfinél nincs több a házban. Ők is döntő többségben 60-70 év felettiek, van, aki tartósan beteg. Az in-hotel menedékes lakóinak egy része is szívesen vállalna munkát. Ezen dolgozunk mi is, és ezért csináltuk nekik meg ezt a fogadórát az OTP-nél, hogy legyen számlaszámuk, legyen hova utalni a fizetésüket, aki beáll dolgozni. Jelentem, itt is van egy előrelépés, mert ha bárkit tud alkalmazottat találni közülük, akkor borzasztó egyszerű dolga van, mert a munkáltató egy egyszerűsített bejelentéssel igazából tud nekik igényelni a menedékes tajszámot, és onnantól kezdve ő már bejelenthető a munkahelyre. A nagy sürgés-forgás közepette a gyerekek is fel alá járkálnak, szaladgálnak. A kicsik játékokkal tudják elfoglalni magukat, a nagyobbaknak megkezdődött az online tanítás. A presszó részt bocsátották a rendelkezésükre. A tanulók az egyik részben ülnek tollal, füzettel és telefonnal, tablettel vagy laptoppal, és figyelnek. Például a Zoomon. Nekünk alkalmazkodnunk kell valamilyen szinten az ő igényeikhez. Például, hála Istennek, most már az Ukrajnában olyan szinten kezd visszatérni az élet a valamennyire normális kerékvágásba, hogy elkezdődött a távoktatás, tehát gyakorlatilag ők innen a szállodának a kávézójából részt tudnak venni az órákon. Nekünk egy pici plusz feladatot rót, hiszen egy borzasztó erős wifi kapcsolatot kellett összehoznunk, mert nagyon nagy a letöltési sebesség, stb., de ezt hál' Istennek tudtuk abszolválni, úgyhogy tudunk nekik segíteni.
Míg a nagyok tanulmányaikat igyekeznek folytatni, addig a kisebb gyermekek a nagy helyiség hátsó részében játszhatnak. Egy ilyen mini óvodánk van, ahol a 1 évestől a 4-5 éves gyerekig, tehát akik nem iskoláskorúak, ők egész nap el tudnak játszani. Itt a szülők egymás között felosztották a óvópedagógusi feladatokat, és mindenki tudja intézni a dolgát. A menedékre lelt anyukák, nagymamák itt épp úgy ellátják a mindennapi teendőt, mint otthon, természetesen együttműködve. A feladatokat szobák szerint is beosztják, amint erről az ebédlő falán látható táblázat is tanúskodik. A ház gyakorlatilag takarítás és minden más ilyesmi szempontjából, tehát ilyen rendrakás, kávézó üzemeltetés teljesen önellátó, tehát ők saját maguknak követnek el mindent. Igazából nekem egy recepciósom és 2 szobaszonyom az, aki folyamatában dolgozik, de hát azt mondom, hogy 160 vendégnél, 50 szobánál, aki szállodai szakember tudja, hogy ez lényegesen komolyabb embertömeget igényelne, személyzetet, de olyan szinten gyönyörűen rendbe tartanak maguk után mindent, hogy igazából nincs gondom. Márkus Sándor hangsúlyozta, ezek az emberek nagyon hálásak azért, hogy itt lehetnek. Befogadóik nap mint nap érzik a feléjük áradó szeretetet. Ez is nem csak mi irányunkban, hanem az egész város irányába, és mindig mondják, hogy nagyon örülnek, hogy itt lehetnek, hiszen látják, hogy ez egy nagyon vendégszerető város, és örülnek neki, hogy itt tudnak lenni, és nem más helyeken, tehát nyugat-európai országokban is konténer városokba, barakokba helyezik el őket, berakják tornaterembe, azért nálunk ez egy kicsit másképp van. Március 29-én rengetegen bizakodtak, hogy a béketárgyalások végre konkrét eredménnyel zárulnak. Sajnos nem így lett. A jövő tehát továbbra is bizonytalan. Szerencsére az állam március közepétől szerződést kötött a szálláshelyekkel. Ez időponttól 1 hónapra kérhető támogatás. Tudom, hogyha itt megszűnne a háború, itt 2 héten belül szerintem leőrülne a ház, hiszen mindenki kapva kapna az alkalmon és menne haza. Egy biztos, a Hajdú-Bihar megyei védelmi bizottság bennünket gyakorlatilag lajstromba vett. Nekünk április 30-áig biztosítanunk kell ezeknek a vendégeknek az ellátását, hogy mi lesz a jövő. Bízom, hogy a józan ész gyakorlatilag most már előre fog törni, és megállapodnak, és minél hamarabb vége lesz ennek a szörnyűségnek, mert legyünk őszinték, hogy ez az. A Hajdúszoboszlói Koordinációs Bizottság március végén is fontos kérdéseket tárgyalt meg a Városházán. Ceglédi Gyula elmondta, hogy a támogató kormányrendelet szabályozása alapján egyeztették a szálláshelyek és az étkezésben közreműködők elszámolásait, hogy elkülönüljön a március 15-e előtti és az azt követő időszak. Közismert, hogy a magyar állam is belépett az országunkba érkező menekülteknek a megsegítésébe, és az erre kiadott rendelet alapján már most látjuk, hogy mely időszak az, amely tulajdonképpen az adományokból és a jótékonysági akciók keretében történt ellátást biztosítják. A legfontosabb az az, hogy tehát a rendelet szerint március 16-án egy hónapra, tehát április 15-éig lehetséges mindazoknak, akik szolgáltatást nyújtottak, tehát szállást és étkezést adtak a menekülteknek, az elszámolás benyújtása. Ezekre 2 hetes időtartamokban nyílik majd lehetőség. A nagyobb szálláshelyek önállóan szerződtek a megyei katasztrófa védelemmel, míg a kisebb szálláshelyek esetében itt majd az önkormányzat keretein belül kerül lejelentésre. És csak azokat tudjuk figyelembe venni, akik a korábbi időszakban a közzétettek szerint már jelezték és naponta jelentették a náluk tartózkodó menekülteknek a számát. Nem csak a szálláshelyek, hanem az étkezés elszámolásában is egyeztettek. Tehát a február 24-től március 15-ig szóló időszak, illetve a március 16-ától szóló időszak pedig az étkeztetések szempontjából is, hogy elválasztásra kerüljön. A koordinációs megbeszélésen ismét kiemelt téma volt a menekültek egészségügyi ellátása. Nagyon fontos kérdés volt, ugye vannak lebetegedések, van kórházba kerülés, ezeknek az intézése, illetve az itt maradó kiskorú gyermeknek az ellátása, tehát nagyon sok részletkérdésről is egyeztetnek itt a jelenlévők. A képviselőtestület ülésén 5 millió forintot különített el a humanitárius megsegítés szolgáló célokra. A keret felhasználásáról is tárgyaltak.
Arról is szó esett itt, hogy az önkormányzat által elfogadott 5 millió forint keretösszeg, az elsősorban az önkormányzati szálláshelyeken lévőknek az ellátására, étkeztetésére, szállására fordítandó, de egy kisebb 500 ezer forintos összeg átutalásra kerül majd az étkeztetésnek arra az időszakára, amikor még nem volt állami finanszírozás, hiszen ott azért látszik, hogy a civil szervezetek, a magánszemélyek nem tudtak minden költséget lefedezni, tehát abba is az önkormányzat egy kisebb összeggel részt fog venni. A hajdúszoboszlói járás összeállította azt a magyar és ukrán nyelvű tájékoztatót, amelyből a menedékesek megtudhatják, kiktől és milyen segítséghez juthatnak itt tartózkodásuk idején. Megismerhetik, mit jelent az ideiglenes védelemben részesítésük, továbbá azt is, hogy mit kell tenniük akkor, ha menekült státuszt kérnek, azaz várhatóan több hétig, hónapig tartózkodnak az országban. Utóbbiak debreceni ügyintézését az önkormányzat segíti. Mindazon menekültek, akik itt tartózkodnak a városunkba, és hivatalosan is megkívánják igényelni a menekült státuszt, ők számukra a jövő hétre egy 50 fős nagybuszt megrendeltünk. A jogilag is menekült státuszban lévők jogosultak államilag támogatott ellátásokra, mint amilyen a gyógyszertámogatás. Ez fontos azért is, mert ugye többeknek van olyan állandó betegsége, amely gyógyszerezést igényel, és jelenleg ezeket a gyógyszerellátásokat is a magánadományokból finanszírozzuk. Tehát fontos, hogy a NEAK, mint az állami egészségügyi biztosító szervezet részéről a megfelelő hozzájárulás megtörténjen ezeknek a gyógyszereknek a kiváltásában. A helyzetre tekintettel mindettől függetlenül a továbbiakban is szükséges a különböző adományok, felajánlások, elsősorban élelmiszer alapanyagok, élelmiszerek gyűjtése a humanitárius segítségnyújtást felvállaló szervezeteknél. A Szociális Szolgáltató Központ és a Hajrá Anyu Egyesület nyitvatartási időben, illetve előzetes egyeztetés szerint fogadja az adományokat. A Hajdú-Bihar megyei 5-ös számú választókerület 13 településének 41 kulturális hagyományőrző és civil szervezete kapott államtitkári elismerő oklevelet. Ezzel az elismeréssel fejezték ki köszönetüket a szervezeteknek a példaértékű munkájáért, azért az értékteremtő tevékenységért, amellyel a pandémia idején hozzájárultak a nemzeti kulturális örökség megőrzéséhez és gyarapításához. Lélegzett elállító akrobatikus előadás színesítette az államtitkári elismerő oklevelek ünnepélyes átadását a Kulturális Központban. Az elismerő okleveleket a kultúráért felelős államtitkár adta át. Fekete Péter hangsúlyozta, hogy a pandémiás időszakban az egészségügyi és rendvédelmi dolgozók mellett a kultúra szereplői tudták biztosítani a lelki egyensúlyt a lakosságnak. Határozott meggyőződésem, hogy harmadlagosan a kulturális élet szereplőire kellett hagyatkoznunk, hiszen a lelki egyensúlyunk megtartására, az egymásra figyelésre, az igenis a kulturális élet szereplőinek az üzeneteivel tudtuk megélni, átélni. Majd amikor kifelé jöttünk a járványból, akkor el kellett indítani az életet újból. Ki kellett csalogatni az embereket a 8. emeletről, vagy a tanyából be kellett csalni őket, meg kellett győzni őket arról, hogy ismét bízhattok, már nem kell félnetek, levehetitek a maszkot, gyertek el megint, figyeljetek egymásra. És mi kellett ehhez, mint hogy a kulturális élet szereplői előálljanak, újabb színdarabokkal, újabb táncokkal, újabb versekkel, újabb zenékkel mozdítsák meg az életet. Az élet újraindításának motorja a kultúra volt. Bodó Sándor szerint a pandémia idején ezek a civil szervezetek dobták az első igazi mentővet a lakosság felé. Abban az időszakban azért a szervezet kulturális élet azért finoman fogalmazva is lelassult vagy megállt, hiszen az élő együttműködésre nem volt lehetőség.
Természetesen egy gyors reagálású csoportról van szó, hiszen a civil szervezetek akár néhány óra alatt képesek összeszedni magukat, egy-két nap alatt produkcióra képesek, előadásokra, és ezt a gyorsaságot és azt a település iránti elkötelezettséget használtuk ki, akár Hajdúszoboszl, akár más települések vonatkozásában, amikor a járvány egy-egy jobb időszakában, amikor volt mozgástér, akkor számítottunk rájuk, és ők biztosították igazából a kulturális kikapcsolódás lehetőségét. Úgy tűnik, hogy ez nem olyan nagy dolog, pedig az. Mert nyilván óriási szükség volt az egészségügyi dolgozókra, szükség volt a biztonságra, de az is kellett, hogy a lelkünk éppen egészségben maradjon, és ehhez pedig kellettek ezek a programok, ezek a kikapcsolódási lehetőségek. A térség országgyűlési képviselője a közösségépítést hangsúlyozta, de nem szeretnék, ha csak egy-egy településen elszeparáltan tennék ezt. A cél, hogy a térségben egymás segítve, egymástól tanulva alakuljon ki egy nagy közösség. De amikor azt láttuk, hogy akár egy-egy villámcsődület, vagy valami helyi fellépés kapcsán volt lehetőség, akkor pedig azt láttuk, hogy tódult a közönség, és az előadó meg a közönség egyaránt jól érezte magát. Na most emellett a munka mellett nem lehet elmenni szó nélkül, ezért kértem államtitkár urat, hogy jöjjön el ide Hajdúszoboszlóra, jöjjön ide közénk, és köszönjük meg együtt ezeknek a civil szervezeteknek, intézményeknek, önkormányzatoknak ezt az áldozatos munkát. Hát ennek voltunk ma részesei, és azt gondolom, hogy igazán remek délután van mögöttünk. Ceglédi Gyula méltatta a civil szervezetek példaértékű munkáját, amellyel a pandémia idején hozzájárultak a nemzeti kulturális örökség megőrzéséhez és gyarapításához. Először is azt kell, hogy mondjam, a szabadságot jelenti. Tehát végre szabadon össze tudnak gyűlni azok a közösségek, akik eddig csak legfeljebb korlátozottan tudtak akár egy zenei vagy egy tánccsoport találkozni egymással. Most már azért megvan a szabadság is. Reméljük, hogy a fellépésnek a lehetősége is, a nagyobb rendezvények lehetősége is megmarad. Mindenképpen a város életében nagyon nagy büszkeséggel tölt el, hogy ilyen sok és sokszínű civil szervezet működik, és nagyszerű produkciókkal lépnek föl, ha szükséges, de akár az önmaguk szórakoztatására is. Tehát ahogy említettem itt a köszöntőmben, tulajdonképpen a kultúra az közösséget alkot, közösséget hoz létre, és gyógyít is egyben. És erre a gyógyításra szüksége van most az emberek lelkének ennyi bezártság után, amit ez a pandémia hozott. Városunk polgármestere kiemelte, hogy a szomszédunkban dúló háború további, ha nem is bezártságot, de feszültséget okoz az emberekben, és ennek az oldására kiválóan alkalmas a zene, a tánc és a kultúrának a különböző területei. Nagy elismerés számunkra, hogy államtitkár úr eljött, és ezen a közös ünnepségen köszöntötte itt a legaktívabbakat, mindenkit nyilván nem, és nem csak Hajdúszoboszlón, hanem a térségből is, mindazokat, akik a kiemelkedő munkát végeztek. Úgyhogy én magam is ezúton is köszönöm a hajdúszoboszlói és a környékbeli mindazoknak, akik már eddig kapcsolatba kerültek velünk, civil szervezetek, kulturális egyesületek. Köszönöm az egész éves munkájukat, és számítunk rájuk a jövőben is. Az államtitkári elismerő oklevelek ünnepélyes átadásán 14 hajdúszoboszlói szervezet vett át elismerést. Dr. Bihari Horváth László szerint ez egy fantasztikus visszajelzés, hiszen arról szól, hogy a kormányzat elismeri azt a munkát, amit a járvány alatt is folytattak ezek a szervezetek. Nagy megtiszteltetés a számunkra, hogy megkaptuk ezt az elismerést, hiszen azt fejezi ki, hogy a Covid-járvány alatt is ezek a kulturális intézmények, mint amilyen a milyen kis kitartóan szolgálták a magyar kultúra ügyét, a nemzeti kultúra ügyét, és bár be voltunk zárva sokszor, ahogy államtitkár úr is említette, periódusok volt, váltakoztak zárások és nyitások követték egymást, így el voltunk választva a látogató közönségünktől, de mégis a háttérben mi dolgoztunk, és nagyon sok kiállítás előkészítése, tudományos munkásság, könyveknek a kiadása történt meg ebben az időben, nem beszélve arról, hogy átálltunk a virtuális térre, és ott működtettük a közösségeinket, virtuális kiállításokat készítettünk. Ez persze csak egy példa, a mai alkalommal ugye nagyon sok szervezet, kultúrás intézmények, civilek kaptak különböző elismeréseket, és hát mindnyájan kitartóan a kulturális élet folytonosságát garantált ebben a két évben.
Április 4-e és június 15-e között a Civis út Kft. Végzi a daruzuk parkolóépítés, valamint a csapadékvíz elvezetés, a térvilágítás és az elektromos hálózat kiváltás építési munkálatait. A beruházás az itt élő lakosoknak jobb minőségű és komfortosabb infrastruktúrát jelent majd. A munkálatokat úgy szervezték meg, hogy az ott élőknek a legkevesebb problémát okozzák, azonban az elvégzendő munkák korlátozni fogják a megszokott közlekedést, valamint a terület közvetlen környezete nagyobb porral és zajjal jár. Az önkormányzat kéri a lakosokat, hogy a kivitelezési munkák okozta kellemetlenségeket türelemmel és megértéssel fogadják, hiszen a létrejövő fejlesztés a kor követelményeinek megfelelően szabályozott parkolást tesz mindenki megelégedésére lehetővé. Az országgyűlési képviselők választása egyfordulós. A választópolgárok két szavazattal rendelkeznek. Egyrészt szavazni lehet az egyéni képviselőkörzet képviselőjére, valamint az országos pártlistára. A 2022-es országgyűlési választással egy időben népszavazás is lesz. Négy kérdésre válaszolhatnak a magyar választóállampolgárok. Szavazni április 3-án 6 órától 19 óráig lehet. Kiemelten fontosnak tartja a civil szervezetek működését, szerepvállalását és véleményét Hajdúszoboszlóváros önkormányzata. Az egyes önkormányzati feladatellátások az együttműködésre törekednek annak érdekében, hogy városunk életét meghatározó fontosabb döntések a közösségi érdekek mentén szülessenek meg. Ennek egyik gyakorlati példája a civil szervezetekkel történő rendszeres konzultáció. Ezzel a látványos prezentációval mutatták be a helyi civil szervezetek képviselőinek, hogyan fog kinézni a multifunkciós rendezvényközpont, illetve milyen funkciókat töltenek majd be az egységek. A pandémia óta most először volt arra lehetőség, hogy az ifjúsági és a nyugdíjas szervezetek képviselői személyesen találkozzanak egymással. A civil szervezetekkel való együttműködést az hívta életre, hogy jött ez a nagyon szörnyű járványhelyzet, és azt gondoltuk, hogy civil közösségeink életében nagyon fontos a kapcsolattartás. És hát ugye korlátozottak voltak a lehetőségek, de mi szerettük volna tartani bennük a lelket, és szerettük volna éppen ezért fölvenni velük a kapcsolatokat, illetve megismerni őket, mint új városvezető tím. Éppen ezért a kulturális sport és más egyéb civil szervezeteket is megkerestem, és így kialakult egy olyan együttműködés, amelyet utána papírra vetettünk, és ennek lett a neve a Nyugdíjasok és az Ifjúsági Szervezetek Egyeztető Fóruma. Erre nyílt most is itt egy alkalom. Most ez összevont ülés volt a korábbitól eltérően, de pontosan azért, mert olyan napi rendeket érintettünk, amelyek érdekesek voltak talán mind a két fél számára. Ez az egyeztető fórum egy új kezdeményezés, hiszen az önkormányzat még a pandémia előtt külön-külön egyeztetett a fiatalokkal és az idősebb generáció vezetőivel. Most ennek az volt az apropója, hogy olyan témák kerültek napirendre, amely mind a két korosztályt erőteljesen érinti. A konferencia központ és a multifunkcionális rendezvényközpont terveinek és a tanulmánytervnek, a fenntarthatósági tanulmánytervnek a bemutatására került sor, lehetett kérdezni, hozzászólni, és ez egy nagyon hasznos találkozó volt mindenki számára. Meghallgattuk Böcsödi István urat is, a JEC új igazgatóját, hogy milyen változásokat vezetett be az intézmény működésében és miket tervez. Szerintem ez is nagy megelégedésére szolgált az itt lévőknek. A megbeszélésen kiemelt figyelmet fordítottak a helyi szociális rendeletekben történt módosításokra. Ezekről Majoros Petronella, a polgármester asszony szólt, hiszen nagyon nagy kedvezményeket és olyan paramétereket vezettünk be, hogy minél többen igénybe tudják venni ezeket a szociális juttatásokat. Úgyhogy ezek mind a három nagyon fontos téma volt, ezért úgy gondoltuk, hogy most ne maradjon senkiben hiányérzet, ezért a témákra tekintettel együtt hívtuk meg a két generáció egyesületeit. Majoros Petronella szerint az önkormányzat munkáját megerősíti az, ha visszacsatolást kapnak a lakosságtól.
A helyi civil szervezetek képviselői pontosan jó tükröt tudnak tartani felénk. Az ő véleményük is az, ahogy elmondják, hogy örülnek annak, hogy az önkormányzat nyitott, és kíváncsi a véleményükre, meghallgatja őket, mi pedig azon vagyunk, hogy a döntéseink előtt és után is tájékoztassuk őket arról, hogy milyen megváltozott körülmények várhatóak a városban, milyen fejlesztések lesznek, vagy egy-egy rendeletet, akár egy szociális rendeletet, hogyan és milyen módon változtattunk meg annak érdekében, például ma, hogy minél többen hozzáférhessenek a különböző ellátásokhoz. A civil szervezetek örömmel fogadták az egyeztető fórum lehetőségét, hiszen mindannyian egyetértettek abban, hogy egy helyi közösség életében nagyon fontos szerepet játszik a párbeszéd. Ebben a párbeszédben a közösség, hát úgymond minden tagja, képviselők által minden tagja részt tudjon venni, hozzá tudjon szólni. Úgy gondolom, hogy egy város dolgai, egy közösség dolgai csak úgy alakíthatók igazán demokratikusan, igazán mindenre odafigyelően, ha abban az ott élő emberek szólnak elsősorban bele, és ezek az emberek mondanak véleményt, egyben segítik a közösségnek a munkáját. És azt hiszem, hogy itt a cél közös, Hajdúszoboszló esetében az, hogy ez számunkra, akik itt lakunk, itt élünk, ez egy nagyon jó város legyen mindenféle szempontból, hogy szeressük, még jobban szeressük ezt a várost. Megkezdődött a gajak és ágak összegyűjtése a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási ZRT szervezésében. Az akció sikeres, a lakosok nagy része betartja az előírásokat. Jövő hónapban is útra kelnek a platós autók, amikor szintén fahulladékot gyűjtenek. Ezt a fahulladékot a szabályoknak megfelelően összekötegelte gazdája. Kisebb, mint 2 köbméter, nem haladja meg az 1 méter hozt, továbbá az ágak vastagsága nem több, mint 5 cm. A helyiek többsége hasonlóan járt el a zöld hulladék kihelyezésekor. A lakók megértették a kérésünket, tehát kötegelve valóban csak azt a mennyiséget helyezik ki, ami elszállítható, 1-2 kivételtől eltekintve, ahol mondjuk így ipari mennyiségben raktak ki hulladékot, de azt nem szállítjuk el, mint ahogy előre jeleztük is. Az akció hétfőn kezdődött és csütörtökig tartott. A megszokott szemétszállítási napokon vitték el a fahulladékot a Városgazdálkodási ZRT dolgozói a platós teherautókkal. Átlagosan napi 6-szor telt meg a raktér. Összességében a vezérigazgató sikeresnek tartja a gyűjtést. Hogy ez arról szól, hogy valóban a tavaszi meccésekkor a cserjék, a rózsák vagy a gyümölcsfák megmeccésekor keletkező gajakat, amennyiben nekik nem áll módjukban kiszállítani az átrakóra, akkor ha ezt rendezetten kihelyezik, mi elszállítjuk. Úgy érzem, hogy ez egy sikeres akció volt, és ahogy a képviselőtestület döntése is tartalmazza, áprilisban valószínűleg 3.-4. héten még egyszer ezt megismét. A zöld hulladék gyűjtése régóta probléma volt Hajdúszoboszlón, így a képviselőtestület döntése alapján többször is lesz gyűjtés a városban. Ez mindenképpen egy komoly előrelépés ahhoz képest, ami eddig volt. Más városok, más települések ezt mindegyik máshogy kezeli. Van, ahol 2 hetente, van, ahol havonta van zöld hulladék elszállítása. Mi most ezt az utat próbáljuk ki, és természetesen majd minden más esetben ez majd jön vissza elénk ez az anyag, és a tapasztalatokat megosztja majd vezérigazgató úr, és azerint majd módosítjuk esetleg a rendeletet, ha erre szükség van. Húsvét környékén újból útra indulnak a teherautók, hogy begyűjtsék a fahulladékot. Ősszel pedig a falevelek gyűjtésével folytatják. Ezeken kívül is van arra lehetőség, hogy elhelyezzük zöld hulladékunkat. Aki rendelkezik hulladékgyűjtési közszolgáltatási szerződéssel, az díjmentesen kivihet napi 2 köbméternyi hulladékot a lerakó telepre a Nádudvari útfélen.
Újabb 10 munkahely jött létre Hajdúszoboszlón, a Lénárt család palackozó üzeme egy újabb példa arra, hogy a kis és mikrovállalkozások is számíthatnak Magyarország segítségére. Lénárt Balázs ügyvezető elmondta, hogy az általuk palackozott vizet az alacsony ásványi anyagtartalma miatt minden korosztály fogyaszthatja, és enyhe lúgosságának köszönhetően kedvező hatást gyakorol az emésztésre is. Egymás után gördülnek le a gyártósorról az ásványvízzel teli ballonok Hajdúszoboszló legújabb palackozó üzemében. A családi vállalkozás az üzem fejlesztésével újabb 10 munkahelyet teremtett a városban. 10 új munkahely az nagyon nagy dolog, hisz az 10 családot is jelenthet, de lényegében a példa az, ami szerintem mindenképpen érdemes arra, hogy bemutassuk. Ezt itt nem kell különösebben ecsetelnünk helyben, de az is látható, hogy mindig van egy ötlet, amit még hozzá lehet tenni. Ez a palackoz egyébként korábbi években is működött, hiszen egy hosszú folyamat eredménye volt, hogy eljutottunk idáig, de talán most ért el azt a szintet, azt a minőséget, amikor már azt mondhatom, hogy nincs visszaút, a fejlődés elkezdődött. Nem is gondoltam volna, hogy Hajdúszoboszló központjában még egy ekkora érték van itt. Használjuk ki! Bodó Sándor az ásványvízkúttól a gyártósorig megismerte a vállalkozás működését. Szerinte ez a palackozó üzem egy újabb figyelemfelhívás arra, hogy a kisvállalkozások, mikrovállalkozások is számíthatnak Magyarország segítségére. Ezer meg egy oka van, hogy miért hasznos ez a dolog, de hát a legfontosabb az, hogy a Lénárt családnak a vállalkozó kedvét tovább erősítheti, számíthattak nyilván a kormány támogatásra, hogy említettem, hiszen új munkahelyeket jöttek létre, és példaként is bátran merem ajánlani akár helyi, akár térségbeli vállalkozóknak. Egy jó ötlet, mindig kap támogatást. Ez a magyar fejlesztésű gépsor végzi a ballonok töltését. Óránként akár 6000 liter vizet is képes palackozni. Ehhez a gyártósorhoz tartozik egy modern tisztító és töltőállomás is a palackok újratöltéséhez. Az enyhén lúgos ásványvizet a telephelyen lefúrt kútból nyeri a palackozó üzem. Ez a kút, ez egy minősített kút, és ásványvizet palackozunk. Ez az ásványvíz egy enyhén lúgos ásványvíz, alacsony ásványanyagtartalommal rendelkezik, ezért teljesen ideális a balonos vízzel való fogyasztása, ugyanis balonos ásványvízből sokat fogyasztunk. Az üzemben palackozott víz egy érintetlen forrásból származik. Nagyon sok védőréteget képez a talaj, mielőtt följön a víz maga, és amint följön, három lépcsős tisztításon megy keresztül. Van egy sima homokszűrésünk, majd a végén egy vastalanítás, csirátlanítás, és utána palackozzuk a vizet. A palackozó üzemben kiemelt figyelmet fordítanak a környezetre, ezért elsődlegesen újra tölthető palackokban forgalmazzák az ásványvizüket. Ezt a ballont 50-szer is újra lehet mosni, ezáltal környezetkímélő és nincsen műanyag hulladékunk. Alacsony ásványi anyagtartalma miatt minden korosztály fogyaszthatja a vizet. Enyhe lúgosságának köszönhetően kedvező hatást gyakorol az emésztésre is. Teljesen remek, tehát nem mondom, hogy valami extra különleges íz legyen, de ne is legyen. Hát a víz az vízízű, ugye, ahogy valamikor tanultuk annak idén kémiórákon. A hőmérséklet az tökéletes, látszik, hogy kellemes, frissítő, soha rosszabbat. Ezt kívánom mindenkinek, hogy az ilyen különböző cukros üdítők helyett nyugodtan a föld mélyét azt lehet próbálni, a víz az egészséges. Remek eredményekkel tért haza a Művelődési Központ Fitness Mazsor egy csoportja a Nyiracsádi Hóvirág kupáról. A minik és nagyok egy kiemelt arannyal, egy arannyal, két ezüsttel, egy bronzzal és 3 külön díjjal tértek haza. Vezetőjük rendkívül büszke volt a gyermekek teljesítményére. Ezzel a koreográfiával kiválóan szerepeltek a minik a Hóvirág kupán. A versenyre heteken át hatalmas lelkesedéssel és szorgalommal készültek. Sokat kellett gyakorolni. Nagyon sokat kellett gyakorolni a versenyre. A csapattal táncoltunk, és van nekem 2 barátom. Azok ügyesek voltak. Yeah.
Ez volt a nyertes tánc, amiért a csapat ezüstöt kapott. A kitartó munka meghozta a gyümölcsét. A hosszas felkészülés mellé egy kis izgalom is társult. Kételkedtem abban, hogy menni fog, és hogy nyerünk, vagy kapunk helyezést, de kaptunk három emléklapot, és egy bronzérmet, és még a csapat szinten egy kupát, egy ezüst kupát. Jó volt, meglepődtem, meg azt mondtam magamban, hogy menni fog. Ceglidi Stefánia, a Fitness Mazsoret csoport vezetője, 3 évesen csöppent bele a Mazsoret világába, 8 esztendősen pedig már versenyezni kezdett közel 23 éves koráig. Jelenleg 3 helyen oktat, Hajdúszoboszló mellett Ebesen és Földesen. 2 éve vette szárnyai alá a lányokat a művelődési központban. Az egyre növekvő csapat folyamatosan próbál, hogy ilyen szép eredményeket érhessenek el. Igazából több hónapos készülődés van a háttérmunkában. Minden héten csütörtökönként vannak próbáink, egy-egy óra a miniknek is és a nagyoknak is. Egyik héten próbálunk a gimnasztikával foglalkozni jobban, nyújtásokkal, gyakorlatokkal, gimnasztikai gyakorlatokkal. A másik héten pedig magával a koreográfiával foglalkozunk. Ezek a koreográfiák, amiket most vittünk a versenyre, körülbelül 1-2 hónapot vettek igénybe, hogy begyakoroljuk őket. A lányok és az oktató eredményei pedig magukért beszélnek, hiszen sok díjat zsebeltek be a nyíratcsádi kupán. Szuperek voltak ahhoz képest, hogy ez volt az első versenyük még a kicsiknek és a nagyoknak is. Nagyon ügyesek voltak, és nagyon szép eredményeket értek el. 2 ezüstöt nyertünk, 1 aranyat, 1 bronzost, és 3 külön díjat kaptunk, valamint én is kaptam egy oktatói külön díjat a versenyen. A minika csoportra kaptak egy cukisági külön díjat, a nagyok a csoporttal kaptak egy mosoly külön díjat, és az egyik duón kapott még a ruhájukra egy külön díjat. A Fitness Mazsoret csoport munkája itt azonban nem állhat meg. Április 23-án a lányok újból megmérettetik magukat egy másik minősítő versenyen, ezúttal Debrecenben. Ebben az esztendőben ünnepli fennállásának 110 éves évfordulóját a Hajdúszoboszlói Sportegyesület, ezért egész évben rengeteg rendezvény várható. Eddig többek között bejelentették a 12 örökös tagcím létrehozását, illetve volt egy sportkiállítás is. Március utolsó szombatján sporteseményekkel teletűzdelt családi napot tartottak a Sport utcában. Száztíz éves a Hajdúszoboszlói Sportegyesület. Én társadalmi elnöke voltam ennek az egyesületnek 10 évvel ezelőtt, amikor a 100 éves jubileumát ünnepeltük az egyesületnek, és az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy akkor Buzánszky Jenő bácsi is velünk volt, és együtt ünnepeltük a 100 éves egyesületet. Ceglidi Gyula a megnyitón elmondta, fontos, hogy a fiatalok lássák a jó példát maguk előtt. Tudják azt, hogy milyen volt a múlt, és példaképként tekintsenek a mai sportolókra, hiszen Hajdúszoboszló sportja rendszeresen sikeres. Az egykori válogatott futballista Mátyus János is a fiatalok elhivatottságáról beszélt. Ha rátok nézek, hogy azt nem tudom megérni, hogy mindennyiatok közül a kéktől a fehérig mindenkiből híres futballista lesz, de az biztos, hogy van olyan köztetek, aki majd 11-4 év múlva sok-sok örömet fog okozni magának mindenek előtt, a szeretteinek, a klubjának, és lesz folyan, aki a hazájának. Én ezt kívánok, nagyon-nagyon sok sikert nektek, és remélem, hogy sportszerű küzdelem lesz, sok gól lesz, hajrá Szoboszló! A többek között a Fradiban is megfordult játékos az utánpótlás nevel is tartja a legfontosabbnak. A legfontosabbnak azt tartom, és olyan boldog vagyok amiatt, hogy elmondták azt a vezetők, hogy több mint 200 gyerek sportol Szoboszlón ugye az utánpótlásban. Ennél jobb jel, ennél jobb lenyomat annak, hogy itt milyen munka folyik nem lehet. Én kívánom, hogy mi hamarabb közülük rengeteg sokan játszanak majd a legfelsőbb osztályban is akár. Ehhez pedig az is kell a polgármester szerint, hogy a felnőtt csapatunk sikeres legyen, hiszen az utánpótlás is csak akkor lehet eredményes. Ami a lényeg, ami a fontos ebből az egészből, hogyha egy magasabb szintű, magasabb minőségi labdarúgás van,
az sokkal vonzóbb a fiatalok számára, az utánpótlás számára, látják a nagyszerű megoldásokat. Azért én is kiszoktam járni itt a mérkőzésekre, és látom, hogy a mostani csapatban kiváló, nagyszerű, tehetséges fiatal játékosok vannak a felnőtt csapatban is, és olyan kiváló, nagyszerű összjátékot lehet látni, ami valóban jó minta a fiataloknak. A megnyitó után megkezdődtek a különböző versenyek és bemutatók. A 7 és 9 éven aluli focisták a műfüves pályán játszottak. Az edzők között régi ismerősöket is felfedezhettünk. Egyikük Mezei Norbert, aki a DVSC Akadémián edzi a kicsiket. De korábban volt a HSE játékosa, amikor az MB3-ba jutott a csapat. Jó emlékeket őriz erről a korszakról. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, most a DVSC-t képviselve, de tényleg szép emlékek kötnek ide. Az igazság, hogy régen jártam itt Hajdúszoboszlón, és azóta nagyon sok minden megváltozott, aminek nagyon örülök természetesen, és ide mindig jó érzéssel jön az ember. Egy kiváló csapat tagja volt korábban, azzal az együttessel harcolt el ki a harmadosztály utagságot. Vannak szép emlékek, tehát nagyon jó közösségben futballoztam itt annó, mind a megyei bajnoki cím az nagyon szép emlék, a harmadosztályú bajnokság az már annyira nem, ott inkább vegyes érzések vannak, de a régi csapattársakkal találkozás az mindenképpen az nagyon, nagyon pozitív. Csapattársa volt többek között az a Lendvai György, aki szintén ott volt a focitornán. Ő a HSE utánpótlásában dolgozik. Csapata épp egy vesztes mérkőzésen volt túl. Ennek ellenére látott pozitív dolgokat a meccsen. Tényleg nem számít az eredmény, érezik jó magukat. Én láttam vissza olyan dolgokat, amiket szoktunk gyakorolni edzéseken. A születésnap alkalmából megrendezett torna nem rakott terhet a gyermekek vállára. Mennyiben másabb most ez a torna, hogy születésnap kapcsán vagytok itt? Én szerintem, én úgy gondolom, hogy semmilyen nem másabb. A gyerekek szerintem igazából, szerintem a nagy része azt se tudja, hogy most ez a korosztály, hogy most a Szoboszló igazából ezt ünnepli, hogy 110 éves az Egyesület. Mint a HSE-hez ezzel szállal kötődő szakember, neki azért van jelentősége a születésnapnak. Örülök, hogy részese lehet ennek, meg hogy megéltem ezt a 110 éves, meg valószínűleg még egy pár születésnapon biztos itt leszek. Mint ahogy ott volt a klub elmúlt 10 évének egyik legjelentősebb pillanatában is. Ráadásul a Nagyerdei stadionban rendezett kupadöntőn nem csak ott volt, hanem a győzelemből is oroszlán részt vállalt. Szinte hihetetlen, de még most is könnyeket csal a szemébe életének egyik legszebb sportpillanata. 2016 év elején még játszottam egy kicsit, de akkor már nyilván az már, de a kupadöntő volt igen a leg... Hát ugye a legrégebbi is emlék, meg a legnagyobb is igazából számomra. Hát nyilván, te 11-esedre nyertük meg végül a kupát. Azért az hangulatban milyen volt az a mérkőzés ugye az egész pályafutásodat tekintve? Hát nagyon jó volt igazából. Még most így beszélni is volna, meg mindjárt bekönnyezek is, hogy hát... Rég volt már. Olyat kérdeztél most, hogy... Hát nem nagyon szoktam így elérzékenyülni, de most egy jót kérdeztél. Hát én az akkori csapatra nagyon büszke voltam, az edzőnk is, azt hiszem László Rihárd is hasonlóképpen vélekedne, mert ő volt akkor az edzőnk. Én úgy gondolom, hogy lehet, hogy az akkori játék az nem volt annyira szép, meg jó, de tudtunk akkor egymásért küzdeni, és szerintem az akkor azon a meccsen nagyon sokat jelentett és ért. A küzdeni tudásból nem volt hiány a gyermekeknél sem. Csukás Zoltán és társai mindent megtettek a győzelemért. Játszottál ma már meccset? Igen. És milyen eredmény született? Azt nem tudom. Semmi gond. Téged hogy hívnak? Csukás Petra. Akkor ti testvérek vagytok, ha jól gondolom. Igen. Igen. Jól van. Milyen poszton játszol? Vagy van egyáltalán ilyen, hogy poszt? Nem tudja. Te vagy a szóvivője? Jól van. Mit gondoltok? Ti fogtok nyerni a nap végén? Nem tudjuk. De mindent megtesztek érte, ugye? Igen. Az utánpótlás focitornán természetesen nem csak a HSE játékosai vettek részt. Az első osztály utánpótlásának számító Loki vagy a Kisvárda mellett többek között Hajdúnánásról vagy éppen Karcagról is érkeztek kislabdarúgó palánták.
Nagy küzdelem, golgazdag meccsek után alakult ki a végeredmény. Az U7-es korosztályban Lendvai György csapata végül ezüstérmes lett a DVSC mögött. Az U9-es korosztályban hazai siker született, Habi Ronald csapatának nyakába került az aranyérem. A futball mellett voltak még más tömeget megmozgató sportágak és versenyek is. Az óvodásoknak játékos sorversenyt rendeztek, az iskolásoknak pedig atlétikai verseny volt a program. A HSEIS szakosztálya látványos bemutatóval szórakoztatta az érdeklődőket, és versenyen kívül is volt néhány látnivaló. Például egy tűzoltóautót is meg lehetett nézni belülről. De az Ugráló várban is nagy volt a tömeg, sőt, sok gyermeknek az arcát is kifestették, amíg a bográcsokban készült a finom ebéd. Az utánpótlás korú gyermekek hozzátartozói is versenyeztek, főző versenyen mérték össze szakács tudásukat. Rengeteg féle ebéd készült a fáradt játékosoknak, volt, aki palóclevest, volt, aki pincepörköltöt főzött. De akadt itt birkapörkölt és töltött káposzta is, amit az egyik HSE bunyós édesapja Dóró Gábor készített. Leventével nagyon sok interjút csináltunk már a box kapcsán. Lesz olyan jó az ebéd, mint ahogy Levente boxol? Hát szerintem jobb lesz. Biztos lesz olyan jó legalábbis. Reménykedek benne. Jó. Áruljuk el, hogy mi rotyog a két különböző bográcsban. A boxolóknak főzöm a birkát, a U7-nek meg főzöm a töltött káposztát. Az ételeket Gonda Attila a Hotel Silver Star séfje zsűrizte. Dóró Gábor birkapörköltje lett a legjobb. A második helyezett a katasztrófa védelmisek Zúza pörköltje, a harmadik az U9-es csapatnak készült bográcsgulyás lett. A főépületben sakkversenyt rendeztek. A 10 utánpótlás korú versenyző részvételével megtartott tornán a győztes Darnai Rihárd lett. A második, a legifjabb résztvevő a még csak óvodás Rigó Noel lett, míg a képzeletbeli dobogó harmadik helyére Szél Márkus Tamás állhatott fel. A program dömpinget az öreg fiúk mérkőzése zárta. Az egykori szoboszlói focistákat felvonultató válogatott ellenfele az egyik örök megyei rivális, a Püspökladány öreg fiúk csapata volt. Az ellenfél kiválasztásában volt némi szimbolikus jelentés is. Egyesületünk ugyanis 110 évvel ezelőtt éppen Püspökladány ellen vívta első hivatalos mérkőzését. A közönség nem csak azért szórakozhatott jól ezen a találkozón, mert újra láthatta a régi kedvenceket, hanem azért is, mert gólokban gazdag találkozót játszott a két csapat. Egy születésnaphoz méltó, igazán klasszikus eredmény született. 4-2 a félidőben, a végén 6-3. Természetesen szoboszlói sikerrel. Az ünneplés zárásaként Bodó Sándor államtitkár és Marosi György Csongor a HSE elnöke adott át kupákat a résztvevő csapatoknak, illetve az elismerő oklevelet a HSE edzőinek. Az ünneplés itt nem állt meg. Lesznek még programok a 110 év kapcsán. Másnap például egy ebesi kislánynak gyűjtött pénzt a gyógyulásra a HSE. Az MB3-as csapat mérkőzésének bevételét ajánlották fel Bíborka gyógykezelésére. De a közeljövőben egy rajzversenyt is hirdetnek Hajdúszoboszló óvodái és iskolái számára, ahol azt kell lerajzolni, hogy mi jut eszébe a gyerekeknek a Hajdúszoboszlói Sportegyesületről. Vajon, ha a Bodó Sándor államtitkárnak kellene egy alkotást benyújtani a e-pályázatra, akkor mit ábrázolna a HSE-vel kapcsolatban? Én szívem szerint ezt a kis pályát, ezt a kis környezetet rögzíteném. Rajta a sok gyereket, a sok családot, ahogy itt mozognak, jönnek, mennek, főznek, szurkolnak. Egy-egy ilyen jó kis gyerekrajz lenne. Még pálcik emberekből is sok fér rá, de hát sok is kell, mert sokan vannak. Az államtitkár az előző generációk megünneplésében az erőmerítés lehetőségét látja. Szerinte is fontos, hogy legyenek példaképek. A sportolóknál azért a generációk azok valamilyen szinten példát is adnak. Ő azért itt látszott magyar. Lajos és társai, tehát ők azért Hajdúszoboszló sportéletét mondhatom így, hogy évtizedekig meghatározták, és amikor az utánpótláskorú gyerekek följönnek a pályára, és látják őket, azért az ad egy tartást, hogy azért nem akárki után lépünk ide a pályára. Ezek mindig nagyon nagy erőt adnak. Egy ilyen szép és tartalmas születésnapi ünneplés után nem marad más hátra, mint sok sikert kívánni az egyesületnek a jövőben is. És persze.
A hagyományos bohózat és a modern stand-up comedy stílus jegyeit egyaránt felvonultatta Pindrok Csaba önálló estje. Az előadás sajátos görbetükröt tartott az esküvő előtti és utáni hétköznapok legkülönbözőbb komikus, vagy éppen keserű pillanatairól. Vannak jó, kedves, szeretetre méltó anyósok is. Állítólag a 70-es évek elején az Andok egyik eldugott hegyi falvában francia kutatók személyesen beszéltek egy olyan emberrel, akinek egy távol ismerőse valamikor állítólag fényképen látott olyan embert, aki dicsérte az anyósát. Igaz, az illető szellemi állapotáról, alkoholos vagy kokalevérágási befolyásoltságáról nem bírunk átfogó ismeretekkel szolgálni, de fogadjuk el a tényt. Igenis kérem, vannak kivételek. A boldog élethez szükségszerű, de sok bosszúságot okozó és ezáltal rengeteg humorforrást adó témát hozott Hajdú Szoboszlóra Pindrok Csaba. A házasság és a nősülés volt a fő irányvonala. Én nagyon boldog voltam, hogy újra megkerestek, és remek hangulat volt, ami kissé zavart, hogy államtitkár úr, aki nekem beosztottja voltam még Békéscsabán, amikor színházigazgató volt, eljátszottam már kb. 6 olyan helyen, ahol ott volt, mert vagy megnyitott valamit, vagy épp a színházat adta át, és mindig lelépett, és most is bejött az elején, és mondja, megint rohannom kell, úgyhogy haragudtam rá nagyon, de hát kárpótolta őt a csodálatos hajdúszoboszlói közönség. Jól éreztem magam nagyon, és hallom a meg látom, hogy a közönség is jól szórakozott. Ha valóban reálisak akarunk lenni, akkor talán még a szűk környezetünkben is találkozhatunk olyan anyóssal, esetleg anyósokkal, ugye? Akikkel meglepően jól ki lehet jönni. A probléma nem is ezzel van. Ugyanis az egyén szeretne a saját anyósával jól kijönni. Ez nem más, mint házasság férfi szemmel, az élet több területéről, rokoni szálakkal, reakciókkal bemutatva. Erről szólt Pindrok Csaba egy személyes vígjátéka. Van partner, ugye, csak mindig más. Itt 30 ember azért ki van szúrva, aztán leszűkül 5-6-ra, és ez a legnehezebb műfaj, mert ugye ő nem betanult arccal néz rám, hanem lehet, hogy az órájára néz, lehet, hogy belerög a képembe. Ez a legnehezebb műfaj, és a leghálásabb is, ha sikerül, és a leghálátlanabb, ha nem. Ha jön a közönség az emberrel, akkor az olyan, mintha a szelet kapott volna a vitorla, és suhansz. Ha pedig nem jön, akkor mintha mázsás terhekkel kéne futni föl egy hegyre. Úgyhogy ez egy nagyon tiszteletre méltó munka egy színésztől. Az előadás egyike azon kevés színpadi produkcióknak, amelyek kortárs magyar szerzőműve alapján készültek, bemutatva a mai magyar valóságot. Ráadásul, mint láttátok, nem stand-up, hanem ez egy abszolút irodalmi anyag, teljes mértékben magyar. Mint láttátok, semmiféle effekt, zenei váltás, kellék nincs benne. Kifejezetten azért hoztam létre, hogy színészileg megnézem, hogy hol tartok. De a következő darabom az remélem legalább ennyire szórakoztató, de sokkal mélyebb üzeneteket szeretnék vele átadni. Mint ahogy itt is sikerült, de itt csak a végén addig az altatás volt, de a következőnél jobban akarok játszani a tűzzel meg a vízzel. A zabolátlan humor és irónia ellenére azonban ez az anekdota-szerű történetekből álló férfi monológ nem más volt, mint tisztelgés a nők, a szerelem és a házasság előtt. Nézd, a házasság hetének az arcai voltunk most, nagyon sokat beszéltünk erről, alapvetően egy szövetséget jelent, amit ti is ugye férj és feleség megértett, hogy tulajdonképpen a hűség az döntés kérdése, és nem csak a testi, hanem a lelki és a szellemi hűség is, tehát szövetség maga, amikor szövetséget kötünk, és ezt komolyan vesszük. És amit mondtam az elején, hogy a gyűrűben ott van ez a színuszgörbe, ez azt jelenti, hogy jobban, rosszban, egészségben, ínségben együtt legyünk. Te is itthon vagy? Hát mama, hol lennék máshol? Majd odalépek, hogy le tudjam a kötelezően levegőbe leadott puszikat.
Az előadás bár tele volt csípős megjegyzésekkel és vicces jelenetekkel, mégis olyan a darab, mint egy szerelmi vallomás. Üzenet a színésztől személyesen a feleségének, továbbá minden férfitől valamennyi nőnek. Köszönetképpen azért a fontos, hihetetlenül boldogító, de olykor végtelenül bosszantó, és így rengeteg humorforrást adó csodálatos emberi kapcsolatért, amit úgy hívunk, hogy házasság. Szevasz, most nem... Igen, hallottam, hogy nősülsz. Hát így reggel haverok. Szerintem nézd meg az anyját, és ettől függetlenül vedd el a lányát, és szerest. Márciusban országszerte megalakultak a Petőfi klubok. Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából a Hajdúszoboszlói klub ezt az alkalmat Szalóki Ági gyermekkoncertjével ünnepelte meg, ami a gyerekeknek egyfajta zenés játszóház is volt egyben. Felkészülni, figyelj, kész, rajt! És helyben futó versennyel kezdődött meg Szalóki Ági hajdúszoboszlói koncertje, ahol egy olyan világ tárult eléjük, ami a mesék és a népdalok világába engedett betekintést. Ez egy olyan koncert, ami nagyon szeretem bevonni a gyerekeket. Sok a felesleges, vagyis levezetendő energiájuk, hála Istennek. Úgyhogy itt rendeztünk helyben futó versenyt, hercegek és hercegkisasszonyok 18. századi dallamokra táncoltak, aztán macskává változtattam őket, úgyhogy ez egy interaktív koncert népzenével és világzenével, magyar költők verseivel. Illatok, szívok, ripom, sincsos élete fordult, halálos mutatnám. Szalóki Ági koncertje a féle zenés játszóházként funkcionált, amely jól kiegészíti a hazai alapfokú oktatási intézmények munkáját. Lemezeit főleg népdalok alkotják. Vannak, akik úgy jönnek meghallgatni, hogy már ismernek, meg vannak a lemezeim otthon, és fújják az énekeket kívülről. Van, aki csak egyszerűen eljött kíváncsiságból. Én azt gondolom, hogy aki ismeri, aki nem ismeri, lehetőséget kap egy-egy koncerten, élő zenei koncerten, hogy része legyen egy olyan eseménynek, ami csak ott, csak akkor történik meg. Mi zenészek arra törekszünk, hogy valami, hát egyedit és megismételhetetlent nyújtsunk. A koncertjeimre jellemző az, hogy sokat improvizálunk, jazz zenészekkel játszom együtt. Én bízom benne, hogy aki egy kicsit szomorkás volt, annak jobb lett a kedve, aki egy kicsit elfásult hangulatban érkezett, azt egy kis játékkal fel tudtam ébreszteni, vagy felébresztettem benne a gyereket, a játékos kedvűt. Az előadó tudatosan készült erre a pályára. Gyermekműsora pedagógiai szempontból is átgondolt. Nagyon érdekes így visszatekintenem a gyerekkoromra és fiatalkoromra, hogy tulajdonképpen tudatosan készültem arra, hogy gyerekekkel foglalkozzak. Ez csak utóbb állapítottam meg, amikor visszatekintettem arra, hogy mit is csináltam gyerekkoromban, kamaszkoromban és mondjuk fiatal felnőtt koromban. Számos olyan foglalkozáson, illetve hát különböző oktatási intézményekben tanultam, különböző kurzusokon vettem részt, amelyek mind afelé tereltek, hogy gyerekekkel foglalkozzak zenészként. Az előadó szerint ma a gyerekek egyfajta határtalanságban élnek, amelyekben nagyon nehezen tudják a szabályokat értelmezni és megtanulni.
vagy nem kapnak otthon ehhez hátteret, vagy az iskolában nehéz dolga van a pedagógusoknak, amiatt is, hogy mondjuk a család nem támogatja őket így a nevelésben. Egyre nehezebb úgy érzem megfogni a gyerekeket egy órában. Nem ismernek engem személyesen, mi itt játszunk dalokat, és nekem az a feladatom, hogy ők jól érezzék magukat, és valamivel menjenek haza a puttonyukban, ami értékes lehet majd számukra a későbbiekben. Tehát egyfajta pedagógusi szerepet is töltök be. És nem vagyunk nagyon hangosak, nem vagyunk nagyon feltűnőek, tehát amit képviselünk, az nem hasonlít arra, mivel általában találkoznak, hiszen a gyerekek tévén, interneten keresztül csupasz színes, szagos, gyors, harsány impulzussal találkoznak. A feladatunk az, hogy mi a magunk puritánabb eszközeivel legyünk képesek lekötni őket és megfogni őket. Szalóki Áginak a gyermekekkel való foglalkozás egyfajta misszió, ugyanakkor szerelem, ami egy jó ideje kitölti az életét. Voltak olyan gyerekek, akik a koncert elején körbe-körbe futkoráztak, és tudtam, hogy melyik lesz ez a pillanat, amikor ennek vége lesz, és amikor majd le tudom kötni ezeket a gyerekeket is. Ehhez nagyon sok tapasztalat kell, és valóban sok tanulás. Nekem gyerekeknek játszani az mindig egy kihívás, és mindig felemelő tud lenni minden helyzetben, akkor is, amikor 500-an vannak, akkor is, amikor 70-en, akkor is, amikor egy kis falusi művelődési központban játszunk, akkor is, amikor egy londoni magyar közösségben, vagy egy magyar színházban, budapesti nagy színházban. Ági összeszokott csapatával színes, izgalmas zenei világot teremtett a gyerekeknek. A koncerten bemutatott dalok a magyar, a cigány, az afrikai mali és pigmeus, az indiai zenei hagyományok mellett a jazz és a könnyű zene világából ismerítettek. Ami nagy hatást gyakorolt az apróságokra, akik a koncert végén táncra is perdültek. Sporthíreink következnek. Három hazai győzelem után a kiesés elkerüléséért küzdő Hidas Németi pontot rabolt csapatunktól az NB3-as labdarúgó bajnokságban. A gól nélküli döntetlennel belerondítottak a vendégek az Aqua General HSS születésnapi ünneplésébe. Az NB3-as labdarúgó bajnokság keleti csoportjának 27. játéknapján, amikor is itt a HSE stadionjában az Aqua General HSE csapata a Hidas Németi VSC együttesével csap össze. Karacs, ugye ő hozta vissza a reményeket a Török Szent Miklós ellen, és végül Lukács Zsombor pirította rá az élbolyban a dobogón, aztán a BKV előrétől kikaptak, közben egy veszélyes kísérlet messziről. Úgyhogy ilyen gond nincs, erről meg egy pillanattal, egy hajszállal maradt le a Hidas Németi játékos. Karacs megpörgeti, Drobina, ott van Drobina, ez viszont nagy helyzet, Drobina! Pont rosszul pattant! Ennek köszönhető ez a hatalmas különbség, ami most a pályán még egyelőre nem látszik. Sőt, a Hidas Németiek kapura lőnek. Szabó Lajos Mátyás, vissza! Drobina emelkedett magasra. Többször szereztünk már szögletből gólt az idei bajnokságban. Például a Sényő ellen győztes gólt, de jó lenne most is ez a koreográfia, elég gyatrára sikeredett, de pattog az a labda, el lehet lőni, ott van Berdó, milyen jó volt ez! Hát hosszú-hosszú évekig azért nekik volt jobb csapatuk, miközben nekünk meg nagy bajunk van ott a kapu előtt! A 77-es Zsiga Mátét próbálták onnan
eltessékelni. Drobina, meg lehet azt még tartani, Marci. Nagyon jó Karacs a 16-oson belül, ott lehet cselezgetni, mert nem fogják bántani. Karacs, még mindig ott van Karacs. Az utolsó pillanatban Póti Krisztián lépett vele. Ez is egy három esélyes mérkőzés. A Color City Török Szent Miklós országos egyes, miközben a kiszöglet után ott vannak már a kapu körül. A golvonalról rúgta ki az utolsó pillanatban Vince Ákos. Én nem sok mindent láttam belőle, mert pont egy hatalmas oszlop leledzik előttem. Azt viszont látom, hogy ott van már Szabó Lajos Mátyás, de kell valahogy azt darálni. Van érkező Lukács Zsombor! És hát ugye 38 fordulós az MB3. Megérkezett Markovics, bizony. Póti is ott volt. Éles, emelgeti, esernyőzgeti, Szabó Lajos. Ez jó! Bizony jött Drobina, és még mindig ott van kapufa, és nem pattam be! Nagy valószínűséggel inkább a beívelést fogja, a beadást fogja választani, mert ott vannak, ott toporognak a hidas németiek a kapu előtt, a 11-es pont magasságában, és előre mentek a magas emberek is. Inkább rádurrantotta, ez volt számunkra így a kedvező. Ebben a jelenetben egyébként benne volt minden, hogy ma igazából nagy akarat volt, de nyögés lett a vége. De még Lukács itt a végén meglepheti a vendégcsapatot. Lukács van érkező, és keresztbe megy a labda, de nincs ott senki. Még egy utolsó beadásra talán lehet esély, Karacs. Hát így nem nagyon. Itt a vége, fuss el véle, megunja a játékvezető is. 0-0, szerintem igazságos pontosztozkodás született. Úgy tűnik, hogy ezek a kiesés ellen menekülő csapatok igen kemény diónak ígérkeznek, de hát nem csak nekünk, hanem más csapatoknak is meggyűlik a baja velük. Igen, ezt jól látod ismét. Hát sajnos, igen, próbálok keresni pozitívumokat a mérkőzésből. A pozitívum az, hogy nem kaptunk gólt, de látszik, hogy azért ez a csapat nem az a csapat, aki ősszel focizott, nyilván nem egyszerű hiányzókkal teli tűzdelve. Hát nem volt egyszerű mérkőzés, az biztos. Hát, azt leszámítva, hogy egy fél tucatnyi kezdőemberünk maródi, beteg, sérült, azt gondolom, hogy ezt még tetézte Berdó korai kiválása. Ez így van, nem számítottunk rá, nyilván nem számítunk sérülésre. Amit a szurkolók nem tudnak, azért az Ákos is egy sérüléssel játszott, úgyhogy félő volt, hogy nehogy jobban rásérüljön. Nem volt egyszerű az a mérkőzés, nyilván előrefele játékban nem tudtunk igazán frissíteni. Nem voltak a padon olyan játékosok, akik az előrefele játékot is tudták volna segíteni nekünk. Nyilván a végjátékban meg a Marci el is fáradt, ugye nagy terhelés kapott ezen a mérkőzésen. Úgyhogy ennyi volt most benne. A találkozón tehát nem született gól. Bárhogy ez ne így legyen, leginkább fiatal támadónk Drobina Martin járt a legközelebb. A jó játék szerint elmaradt, de küzdeni azért küzdöttek a győzelemért. Volt itt egy nagyon veszélyes, sőt több veszélyes próbálkozásod is. Hát igen, pont most beszéltük Bánhegyi Zolival, hogy séferesen próbáltam befejelni, de sajnos nem sikerült, aztán meg Laló kapufát rúgott. Akkor úgy látszik, hogy ha már a Séfer Európa bajnoki gólját mondod, akkor ez a kapus jobb volt, mint Neuer. Hát igen, kicsit másabb szint. Hogy éreztétek egyébként ott belül a végén, mert nagyon nem tudott a mester se belenyúlni, nem nagyon volt támadó cserénk, hogy volt még muníció, volt még erő, hogy itt esetleg besodorjuk ezt az minden eldöntő győztes jót? Hát nekem már nagyon nem volt erőm, azért is cserélt le a mester, még talán a Domonka Szabi, mikor bejött a helyemre, benne lett volna egy kis lendület, de sajnos nem úgy jött ki a lépés. Még ott Zsombinak a utolsó 2-3 percben volt egy zicsere, szerintem az kapura rúghatta volna, de egyébként így igazából ennyi. Szerintem hajtott a csapat. Jó, nem játszottunk, de mindent beleadtunk. A vendégek mestere, Majoros József igazságosnak tartja a döntetlent. Szerinte a pontszerzésnek a védekezés volt a kulcsa. Nagyon megszervezték a védekezésüket és a játékukat erre a mai meccsre, itt a szoboszlói oroszlán barlangban. Gondolom, hogy jól feltérképezték a csapatot, és nagyon készültek. Hát igen, tudtunk, hogy Hajdúszoboszló otthoni pályán erős, próbáltunk úgy dolgozni héten, hogy ne adjunk nekik sok területet a játékosnak, aki van labda. Hát szerintem máma
úgy volt, jó védekeztünk, hazai csapatnak volt egy jó helyzet a második félidőben, de szerintem a védekezés jó volt. Szerintem látunk olyan kiegyenlítő mérkőzést, szerintem egy csapat sem nem érdemelte győzni, de bukni ezt a meccset is, azért 0-0. Ezúttal a HSE győzelem elmaradt, Putnokon azonban lehet javítani. Megyünk Putnokra, akiket azért alaposan kitömtünk meglepetésre, mert azért nem nagyon szokták a Putnokot így megverni, megfirkálni. Gondolom, hogy a revans vágya is fűti majd őket. Biztosan. Hát azért tudni kell, hogy már most minket jobban feltérképeznek, jobban tisztelnek az ellenfelek. Úgy gondolom, hogy nem lesz egy könnyű meccs, de egy meccs sem könnyű. Bizakodó vagyok, hát hogyha a Lénát már jövő héten, a Máté Jani, a Balnóc, a Kis Szabolcs, nem tudom, a Berdónak a sérülése az milyen, tehát azért 4-5 játékos visszajön, az azért jó lesz, de ugye most még nem tudom megmondani, hogy jövő héten mi lesz, de nehéz mérkőzésre számítok. Az első perctől az utolsóig vezetve nagyarányú győzelmet aratott az Opus Tigás Hajdúszoboszló kézilabda csapata az MB2-es bajnokságban. A Szabolcs megyei ellenfelet már az első félidőben bedarálta a Hodnyák alakulat. Ősszel 7 gólos sikert aratott az Opus Tigás Hajdúszoboszló a Fehérgyarmat otthonában úgy, hogy a szünetben még döntetlenre álltak a felek. A tabellán elfoglalt pozíciók és a jelenlegi formák alapján most is Hajdúszoboszló volt az esélyesebb. A kérdés csupán az volt, hogy most is nehezen születik-e meg a várt újabb siker. Gyors gólváltással kezdődött a mérkőzés. Kovács László vezető góljára rögtön válaszoltak a vendégek. Ez volt az utolsó pillanat, amikor döntetlenre álltak a felek. Innentől kezdve fokozatosan növelte előnyét csapatunk. Az első félidőben 4, a találkozó végéig 7 gólig jutó Szatmári Levente vezetésével. A 22. percre már megnyugtató 5 gólos vezetésünk volt. A vendégek ugyan egyszer-egyszer közelebb tudtak férkőzni, de a szünetre mégis 7 gólossal duzzadt az előny. A pihenő után sem változott a játékképe, sőt, még egy lapáttal rált egy csapatunk a teljesítményére, és sorra szerezte a gólokat, így 10 gólosra növelte előnyét. A megnyugtató előnyben aztán sokat hibáztunk támadásban, mert az ittszereket rendre elrontottuk. Szerencsére az előny megtartásában nagy szerepet játszott a védelem, és a remek napot kifogó Bagi István a kapuban. A végére a 10 gólból megmaradt 8, ami így a nagyobb győzelem lett, mint az őszi odavágó. A mérkőzés után Bagi István azt mondta, hogy a sikerhez mindenki hozzátette a magáit. Szerencsére jól sikerült a mérkőzés mind nekem, mind a csapatnak. Az elmúlt mérkőzéseken egy kicsit úgy éreztem, hogy nem ment olyan jól nekem a védés, szerencsére a mai napon sikerült ezt pótolni. Ez persze köszönhető társaknak, és ez nem csak az én érdemem, ehhez nagyon kellett a védekezés, nagyon jó volt a srácoknak a mozgása előttem. Szépen mentek abba az irányba, merre kellett, és a támadót mindig jól fogadták, és ezáltal nekem is könnyebb volt a dolgom. Annak ellenére, hogy közel hasonló különbséggel nyertünk most is a Fehérgyarmat ellen, nagy volt a különbség a két találkozó között. Az teljesen más mérkőzés volt. Itt már a legelején úgy éreztem, hogy domináltunk a mérkőzésen, már az első 10 percben is megvolt az 5 gól a különbség. Nem gondolnám, hogy ez csak rajtam múlott. A bajnokság olyan szakasza következik, ahol Bagiék az élmezőnnyel fognak találkozni. Az eddigi sikerek értékét ezek a találkozók fogják igazán megmutatni. A elkövetkezendő 5 mérkőzésből 3 olyan csapat lesz, aki előttünk van, és az első kettő, ugye a Nyírt Bátor, illetve az Acélváros csapata, akik egyértelműen az első és a második helyért fognak küzdeni, és akkor a harmadik helyre bárki odaérhet. Odaérhet a Kisvárda csapata, odaérhet a Deac, illetve odaérhetünk mi is. Ez lesz a célunk, hogy mi érjünk oda. Az Opus Tigás mestere, Hornyák Lajos annak ellenére volt elégedett a győzelemmel, hogy a támadásokban több hiba is becsúszott. Jó játék volt ráadásul. És az, hogy lőttünk 30 gólt, amellett kihagytunk számtalan helyzetet, amit ha belövünk, akkor még
Tehát nem tudom, nagyobb különbsége is lehetett volna, bár a mi kapusunk is elég jó védett, és tényleg a kézbe tartottuk a mérkőzést, ez ugye ez a védekezésük az Isten igazából nincs hozzászok az emberhez, de ezt szépen megoldottuk. Minden mérkőzésből lehet tanulni, mindig van hová fejlődni. Most azt a következtetést vonták le, hogy a támadások befejezésére kell jobban odafigyelni. A helyzet kialakítás megvolt, tehát az úgy tűnik a helyzetet, nekünk könnyebb kialakítani, mint belőni. Normális csapatnál ez fordítva működik, tehát nehezen alakítja ki egy csapat a helyzetet és belő a helyzeteit. Nekünk ez a mai napon nem sikerült, tehát a helyzetet belőni azt már idézőben sokkal könnyebbnek kéne lenni, mint kialakítani, de hát legközelebb majd jobban koncentrálunk remélhetőleg. A koncentrációra pedig szükség is lesz a következő rangadón. A második helyen álló Acélváros otthonában. A játékunk az most már nagyon, nagyon szépen ível fölfelé. Aztán, hogy ez mire lesz elég, én is kíváncsian várom jövő héten Miskolcon. A vendégek edzője Varga László inkább a saját csapatában látta a vereség okát. Szerinte sok hibával játszottak. Ráadásul a felkészülésük sem volt tökéletes, mert az ukrajnai helyzet is beleszól az edzésükbe. Igazából azért kaptunk ki, én úgy gondolom, ennyi zicset és ilyen felelőtlenül és ennyi technikai hibával játszani nem lehet. Nyilván itt befolyásol minket ez az edzés látogatottság, mert ugye elfoglalták a csarnokunkat is, szóval elég kevés edzésünk van, ami esetleg minőségű. Sajnos ez látszik is a csapaton, úgy erőlétileg, úgy technikailag, úgy ámblok mindenbe. Az Opus Tigász Hajdúszoboszló mostani győzelmével nem csak a tavaszi veretlenségét őrizte meg, hanem a harmadik helyét is megerősítette a táblázaton. Ezen a hétvégén tehát egy igazi rangadó vár együttesünkre, mert a bajnokság második helyén álló Acélváros otthonában kell helytállni a Kovács Laci. Programajánlónk következik. Folytatódik a buli a Rock Caféban április 1-én 21 órától a Szignál Motorok zenekar csap a húrok közé és gondoskodik a fergeteges hangulatról. Szombaton pedig a Krómerté várja a szórakozni és kikapcsolódni vágyó vendégeket a hajdúszoboszlói rocktanyán. A Kulturális Központ szombati gyerekelőadásának a főszereplője Hamu Pipőke. Ezt a gyönyörű klasszikus mesét a Pesti Művész Színház társulata mutatja be kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Vasárnap 16 órától az Aquagenerál Hajdúszoboszló idegenben lép pályára a Putnok otthonában. A lelkes szurkolók, akik nem tudnak a csapattal tartani és a lelátóról biztatni a csapatot, azok sem maradnak le a mérkőzésről. Élőben közvetítjük a televízió képernyőjén és a közösségi oldalakon a találkozót. Jó szórakozást kívánunk! A Kulturális Központ értesíti a látogatókat, hogy Mudzsahid Zoltán április 8-ára meghirdetett koncertje technikai okok miatt elmarad. A megvásárolt jegyek árát visszatérítik, de lehetőséget biztosítanak arra is, hogy a jegyeket egy másik programjukra felhasználják. Hírhozunk ezzel véget ért, de maradjanak velünk, hiszen a reklám után magazin műsorunkkal folytatjuk adásunkat.